apám a háborút megúszta élve, ha nem tette volna, most nem mondanám. A háborús kalandok emlékét őrzi egy tábori fénykép a szobám falán. És itt állok én most a fiam előtt, és úgy érzem, tudnia kell, hogy voltak már ottól nehéz idők, hogy inkább ezt felejtsük el. Apám azt hitte a háború végén, a sötét gonoszság végleg kinyúlt. Az egyesült nemzetek békére vágynak, a sorstalan üldözött felszabadult. És itt állok én most a fiam előtt, és úgy érzem, tudnia kell, hogy voltak már rohadtul nehéz idők, vagy inkább ezt felejtsük el. Felejtsük el, felejtsük el, vagy adjuk tovább a félelmet gerjesztő időik szavát. Anyám azt mondta mindig nekem, én csak a szépre emlékezem. A Spirit Show, itt a Spirit FM 87.6-on, a mikrofonnál még mindig Garai Anna. Valamint Lőrinc Doroti. És azt hiszem, talán a legjobban várt beszélgetéssel zárjuk a mai adásunkat, mert hogy Gáz van babám címmel megjelent Bródi János 8. szólólemeze, és a Művész urat itt köszöntjük a stúdióban. Én is köszöntök szeretettel minden hallgatót. És annyit áruljunk el, hogy az imént hallottal a tábori fénykép az megtalálható a legújabb szólólemezen. Hát nem tudok elmenni amellett, hogy ugye mindenkinek valószínűleg esetleg Milos Forman című filmje jut először eszébe, Tűz van babám címmel, és ez át is van ugye húzva a borítón. Milyen indítatásból született meg ennek a lemeznek a címe, vagy milyen, gondolom, hogy ihletet kaptatok a filmtől? Hát számomra egy nagyon emlékezetes film, Milos Forman, 67-es filmje, amit ugyancsak 88-ban mutattak be Magyarországon, de érdekes módon a szinkronja elkészült már viszonylag rövid idő után, és ezért a filmgyári zárt körű vetítéseken egyszer én is megnézhettem annak idején ezt a filmet, mert sokat dolgoztam a filmeseknek is, és hát felejthetetlen volt számomra az, amikor a tűzoltóbál tomboláján, miután az összes tombolatárgynak lába kelt, így a tűzoltók tanakodtak, hogy mi legyen most ezzel a szégyenletes helyzettel, és akkor az egyik javaslat az volt, hogy hát akkor vegyük úgy, hogy akik nem loptak, azok nem nyertek. És ez valahogy benne maradt, és mindig gondoltam arra, hogy én ezt meg akarom írni egy dalban, de sokáig visszatartott az, hogy a Kim Novák zenekar, Novák Péter barátom már Tűz van babám címmel készített egy nagy lemezt, aminek ugyan nincs köze a filmhez, de hát mégis ez volt a címe. De aztán a menedzserem, Mentler Krisztina azt mondta, hogy tulajdonképpen a Tűz van babám helyett a Gáz van, az még jobb kifejezés arra a helyzetre, ami most van, és ez azért megmozgatta a fantáziámat, és így be is fejeztem a dalt, úgyhogy a Tűz van babámtól a Gázvanig tart ennek a dalnak a történelmi íve, és hát így történt az, hogy a lemez borítóján is jelezzük ezt a változást, mert én nekem egy kicsit az az érzésem, hogy ez a film a maga sajátos, mondhatnám, hogy szórakoztató és mulatságos társadalom képével a mai napig nem avult el, és még mindig jellemző az a magatartásforma, amit ez a film bemutatott. Hát mert talán az emberek, hogy mondjam, csak a csomagolás változik, de az emberek azok nagyjából ugyanazok. Ez egyébként eszembe is jutott itt a dalokat hallgatva, hogy a 40 évvel ezelőtt született Bródi daloknak az eszenciája, és a most született dalok eszenciája tulajdonképpen nem változott. Az üzenet az ugyanaz maradt. Hát az én szemléletem nem változott igazán, és ezért azt gondolom, hogy azok a dalok, amiket 30-40 évvel ezelőtt írtam, ma ugyanúgy
megállják a helyüket, érvényes mondanivalóval rendelkeznek, és ez a lemez is tartalmaz néhány régi dalt, amikről úgy éreztem, hogy illeszkednek ebbe a gondolatmenetbe, amit ez az egész nagy lemez megpróbál összefűzni. Tulajdonképpen ma már a dalok önálló életet élnek, és véget ért a mikrobarázdás nagy lemezeknek az a nagyszerű korszak, ami hihetetlen progresszivitást hozott ennek a műfajnak, amikor is 20 perc állt a művészek rendelkezésére ahhoz, hogy a maguk benyomásait, véleményét, érzéseit egy nagy lemezen a közönség számára érthetően megfogalmazzák, és a nagy lemezek korszaka a számomra emlékezetes. Nem tudom, ismeritek-e Örkény Istvánnak az Élet értelme című kis novelláját, a Paprika füzérről, ami arról szól, hogy hát ha nem lenne fölfűzve a paprika egy madzagra, akkor nem lenne belőle paprika koszorú. Pedig hát a madzag nélkül is ugyanolyannak lennének a paprikák. És hát én így gondolom, hogy a dalok önállóan is természetesen életképesek, és tudnak működni, de azért egy nagy lemezhez kell valami gondolati ív, valami szellemi madzag, amire fölfűzzük a dalokat. És hogy hát, ha az ember ezen elgondolkozik, akkor komoly következtetésekre juthat, mondja Örkény István is. Hát én is ezt gondolom, hogy ez a nagy lemez így fölfűzve ezt a 12 dalt egy gondolati szára tulajdonképpen az én jelentésem arról, hogy hogy látom most a világot. Ezt a novellát én mondjuk pont nem ismerem, de pont tegnap olvastam egy Örkény novellát, és mindig annyira tanulságos egyébként, amit mond. Ugye azért a számaidról, a dalaidról azt lehetett hallani már 40 évvel ezelőtt, hogy egyfajta iránytűt mutat a társadalmi útvesztőben, és én is ugyanezt érzékeltem, hogy még mindig aktuálisak a számok. Ugyanakkor annak idején akár cenzúrázni is kellett a szövegeket. Most kellett változtatni, vagy egy picit leporolni a régi dalokat, vagy történt bármilyen újrahangolás? Hát van néhány régebbi dal a lemezen, de ezeket nem változtattuk meg, ezek ugyanúgy szólnak. Tulajdonképpen minden dalnak magja az énekelt ritmusos szöveg. Ez az a fajta információs csomagocska, ami mindennél jobban kötődik az emberi lélekben, és ezért számomra mindig nagyon fontos, hogy miről szólnak a dalok. Különösen, hogy elsősorban én magamat szerzőnek tartom. Zeneszerzőnek, szövegírónak, mondjuk így, hogy dalszerzőnek, és az, hogy én magam vagyok az előadója a dalaim egy részének, az csak egy különlegesen kedvező helyzet. Ez tulajdonképpen annak köszönhetem, hogy 40 évvel ezelőtt Levente barátom rábeszélt engem arra, hogy csináljak egy szólólemezt. Ez volt a Hungarian Blues, és ez 80-ban megjelent, és ennek a sikere végül is engem ilyen önálló előadó művésszé avatott. De azért a daloknak csak egy kis része az általam írott daloknak csak egy kis része az, amit én magam adok elő, de a közönség mindig az előadóval azonosítja a dalokat, tehát amit Szörényi Levente énekel, vagy Koncs Zsuzsa, vagy Tolcsvai Laci, vagy hát még másokat is mondhatunk, még nagyon sok előadó művésznek írtam én dalt, azt úgy gondolják, hogy az az ő daluk. Csak úgy egy példát mondjak, a Ne várd a május című dalt néha szoktam koncerten játszani, és előfordult, hogy utána megkérdezik, hogy mondd, te annyi sok szép dalt írtál, miért játszol Zorán számot? És akkor úgy el kell mondanom, hogy hát az a helyzet, hogy azt is én írtam. De egyébként hitelesebb, hogyha a dal szerzője adja elő a dalt, vagy tud hiteles lenni akkor is, hogyha nem a dal szerző, hanem valakinek írja? Hát ez az előadótól függ. Én alapvetően gondolom, hogy a szakmában leginkább, mint szövegíró vagyok azért számon tartva, és én tudom, hogy ha egy előadónak írunk egy dalt, akkor nekem nagyon kell ismerni ezt az előadót, bele kell bújnom szinte a bőrébe, és olyan gondolatokat, olyan szavakat, olyan sorokat kell számára írnom, amiket ő hitelesen elő tud adni, amit ő magáénak tud érezni. Itt csak a gondolatokra visszatérve, van a lemezen egy dal, a Beethoven itt van,
ami tulajdonképpen egy picit kilóg a dal füzérből a tekintetben, hogy nem annyira a hazaszeretett nemzettudatról szól, hanem inkább a kultúránknak való üzenet. Hogy ez például egy üzenet, hogy eltűnt a gondolatiság a mai popkultúrából? Hát, ha ezt érzed belőle, talán egy kicsit ez is benne van. Ez egy, mindig a lemez utolsó száma az valahogy kicsit búcsúzó és kicsit összefoglaló. Tulajdonképpen Beethoven 250. születésének 250. évfordulója lesz most nem sokára, és hát kétségkívül az európai kultúrának egy kimagasló eredménye, mondhatnám így, vagy produkciója. Szóval Beethoven zenéje az európai kultúra egyik olyan csúcsa, ami szerintem bizonyítja azt, hogy ez az európai kultúra, amíg ember él a Földön, addig örök és elpusztíthatatlan lesz, és az a helyzet, hogy Beethoven műveiből nagyon sokféle dal, popdal táplálkozott már eddig, és én úgy gondoltam, hogy ezt én most bevallom, hogy ez a dal alapvetően Beethoven 8. patetik szonátájának második tétele, amit én átírtam 3/4-be, és egy olyan dalt írtam belőle, amivel tulajdonképpen fejet hajtok az európai kultúra nagyszerű teljesítménye előtt. Egyébként ez nagyon tetszett, amikor azt mondtad, hogy ha ezt látod benne, akkor ez van, hiszen ez szerintem jellemző rád, hogy sosem tudnak az emberek csak úgy elmenni a dalaid mellett, tehát mindig látnak benne, vagy mindig értelmeznek benne valamilyen mélyebb tartalmú üzenetet, legyen az akár társadalmi, akár politikai. Ezek a többségében megállják a helyüket, ezek az üzenetek, amelyeket belelátnak az emberek? Hát nézd, én műszaki egyetemre jártam, és tanultam információ elméletet, úgyhogy tudom, hogy maga az információ úgy jön létre, hogy az alkotó az létrehoz egy valamiféle kódrendszert, amivel az üzenetét megpróbálja dalformátumba sűríteni, aztán ez az átviteli csatornán elkerül a befogadóhoz, és a befogadó, ha ismeri ezt a kódot, vagy a saját maga kódrendszerével, ezt értelmezi. És nem biztos, hogy ugyanazt a végeredményt kapja, amit az alkotó sűrített, de hát ez majdnem minden művészi alkotással így történik. De ha már az előbb kérdezted azt, hogy régebben ugye gond volt azzal, hogy az alkotásba beleszólt a szigorú ellenőrzés, és időnként a cenzúra miatt kellett a szövegeken változtatni. Manapság nem kell a szövegeken változtatni, mindenki azt ír, amit akar, mert a jelenlegi hatalom az átviteli csatornákat ellenőrzi. Tehát úgy kontrollálja a művészeket, hogy az alkotó műve nem jut el a befogadóhoz, amennyiben a hatalom ezt nem tartja kívánatosnak. Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert közben meg te vagy az egyike azoknak, akik tárgyalnak a hatalommal, már ami ugye a popszakmát illeti. És ez bennem is felmerült kérdésként, hogy egy interjúban mondtad azt, hogy hol rád vetült a fény a karriered során, hol sötétben voltál, de te mindig ugyanazon a színpadon ugyanott álltál, és igazából most úgy tűnik nekem, mintha a tárgyaló partnerek változtak volna. Meg érzed a szakmádban ezt a fajta kettéválást, illetve mennyit változott szerinted a szakma, milyen irányban ahhoz képest, amiből ugye 89-90-ben átléptünk, illetve amiben most vagyunk? Hát nézd, tulajdonképpen én a úgynevezett mikrobarázdás nagy lemezek korszakának a gyermeke vagyok, mert ez a 60-as években indult el, amikor a nagy lemez formátummal a szórakoztatóipar művészei lehetőséget kaptak arra, hogy ne csak 3 perces slágereket írjanak, hanem 2x20 percben próbálják a maguk művészi üzenetét megfogalmazni. És ez kinyitotta a kreatív és felkészült művészek előtt azt a lehetőséget, hogy ugyan egy nagy lemezre mindig illet egy-két slágert írni, de egyébként kísérletezhettek, és megpróbálhatták a saját elképzeléseiket is felvenni a nagy lemezekre, és
ez hihetetlen progresszivitást kölcsönzött ennek a műfajnak. Abban az időben a nagylemezek lemez zenehallgatási szokásai olyanok voltak, hogy teljesen természetes volt, hogy egy nagy lemezt, azt kisebb ceremónia keretében hallgatták meg otthon, és hát nem volt szokás ugrálni a dalok között. Az alkotó számíthatott arra, hogy az A oldal első dalával elkezdi a hallgató, és aztán megfordítja a lemezt, és úgy fejezi be. Tehát egy ilyen zenei irodalmi kis előadás élményét tudja nyújtani, de hát ez a digitális korszakban ez sajnos elhalványult ez a jelentőség, és ma már inkább csak a dalok élnek megint. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy még érdemes ilyen dalfüzéreket, albumokat készíteni, és remélem, hogy van olyan lemezvásárló, aki hajlandó elejétől végig hallgatni a lemezt. De milyen jó, hogy ezt mondod, hogy még érdemes, mert valóban így van, hiszen ugye 2011-ben azt mondtad, hogy már nem készítesz több albumot, ennek ellenére azóta kettő is készült, és mennyire jól jártunk vele, úgyhogy remélem, hogy most már nem fogalmazol meg, hogy nem fogalmazódott meg benned ilyen gondolat, még érzed magadban azért az alkotást, vagy az, hogy még szeretnél üzenni, remélem. Hát nagyon kedves vagy, ha feltételezed rólam, de hát már a 75. életévenben vagyok, és ebben a korban az ember már mindent úgy csinál, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó. Egy interjútban azt mondtad, hogy te a dalokkal nem csak tehát azt is szeretnéd megmutatni, hogy az embereknek mit kellene szeretniük. De ez tulajdonképpen kimeríthetetlen, mert egy év múlva, öt év múlva is fogod tudni mondani, hogy mit kellene szeretniük az embereknek. Hát nézd, én nagyon tisztelem a magyar kultúrát, és a magyar irodalmon belül különösen a költészetet, és József Attila számomra mondhatnám, hogy egy olyan etalon, aminek a megközelítésére mindig is törekedtem, már nyilvánvalóan nem rendelkezem azokkal a képességekkel, de hát benne is volt egy olyan szándék, hogy ő az egész népét, ugye, egész népemet fogom most nem középiskolás fokon tanítani. Van bennem valami ilyen népnevelői attitűd. Lehet, hogyha nem ragad el a zene, akkor valamilyen tanári, pedagógusi pályára kerültem volna, vagy szoftverfejlesztő lennék, nem tudom pontosan, de az bennem van, hogy a művészet nem lehet öncélú, nem a saját magam örömére szolgál, hanem elsősorban azokat szeretném szolgálni, akik számára én fontos vagyok, hiszen nyilván sejtik, hogy nagyon sok állami támogatásban én nem részesülök, úgyhogy engem azok tartanak életben, azok tartanak a pályán, akik megveszik a lemezeimet, és megveszik a koncertjegyeket, és eljönnek az előadásaimra. És ha már a tanárságról beszéltünk, és a művészetekről, nem tudok elmenni a Színház és Filmművészeti Egyetem mellett, nem tudom, hogy lehet téged erről kérdezni? Miért ne? Hiszen ugye ott voltál, és azért azt lehet tudni, hogy kiállsz az egyetem mellett. Igen, igen. Mit gondolsz most a mostani folyamatokról, amik most ott zajlanak? Hát azt gondolom, hogy az igazság az a Színművészeti Egyetem társasága mellett áll. Ez valami olyan durva beavatkozás a művészi autonómiába és az egyetemi szabadságba, amiről azt gondolom, hogy egy demokratikus országban nem lenne szabad, hogy megtörténjen. Akkor ez a pessimizmus érezhető egy picit a lemezeden, és azon gondolkoztam, hogy amit mondtál, hogy a bakelit lemez és a nagy lemezek korszakának szülöttje vagy, és azt tudjuk, hogy a bakelit lemez, illetve a pop beat kultúra, az ugye a nyugatnak, a nyugatból merített erőt az a kultúra itt a Kádár rendszer alatt, és tulajdonképpen abban a reményben írtatok dalokat, azért küzdöttetek, hogy egyszer majd eljöjjön egy jobb ország, és most így visszatekintve azt látni, mintha ez a népnevelő attitűd, vagy amit te mindig a dalaidban képviseltél, mint hogyha
hát nem falra hányt borsó lenne, de tulajdonképpen nem tudom, hogy van-e értelme, és hogy ez okozza benned ezt a pesszimizmust, ami egy picit itt az utolsó, mert ennél a lemeznél kihallani a dalokból. És itt hadd kérdezzek már egy személyeset, mert a Szabadnak születtél, az 2001-es dal, és erre reflektál-e az a dalod a lemezen, hogy akit a hazája nem szeretett, mert nekem picit olyan, mintha a Szabadnak születtél, az még egy ilyen optimista reményt keltő, bár 2001-es a keltezésű, és mintha már a lemondtál volna, vagy egy picit ezt e felé kacsingatnál. Hát nézd, az én édesapám, az matematikus közgazdászként sokat foglalkozott az úgynevezett Kondratyev-féle hosszútávú gazdasági ciklusok elméletével, amelyek azt mutatták, hogy bizonyos gazdasági jelenségek 40-50 évenként periódikusan ismétlődnek, és az apám élete vége felé megosztotta velem azt a gyanúját, hogy ezek a ciklikusan ismétlődő jelenségek nagy valószínűséggel nem csak a gazdaság életben kimutathatóak, hanem a társadalmi jelenségek között is. És ezek nagy történelmi ciklusok, és én legalábbis úgy érzem, hogy az életem első felében ugyan nagyon mélyről indultunk, és egy kemény diktatúrából, de mintha minden nappal több lett volna a szabadság, mintha lett volna érdemes küzdeni azért, hogy felszabaduljunk. Történelmi magánélet és mentalitási korlátaink alul, és aztán a rendszerváltozás eufóriája után, és azt kell mondanom, hogy leginkább az utolsó 10 évben úgy érzem, hogy minden nappal egy kicsit kevesebb lesz a szabadság, és minden nappal egy kicsit közelebb kerülünk megint ahhoz a történelmi ciklushoz, amelynek a vége mindig valami szörnyű katasztrófa és tragédia. Ha lehet azt mondani, hogy te nem csak érted, hanem érzed is a társadalmat, akkor van arra gondolatod, hogy mi lehet az oka, ami miatt ez a ciklikusság mindig visszaköszön? Hát valószínűleg az evolúció természete is ilyen. Ha nagyon triviálisan akarok fogalmazni, akkor a rend és a szabadság küzdelmét látom ebben. Amikor nagyon erős a rend, akkor kevés a szabadság. És akkor mindenki vágyik a szabadság. A szabadság hiányos helyzetekben az emberek elkezdenek küzdeni a személyes és kollektív szabadságjogokért. És amikor ezeket megszerzik, akkor kiderül, hogy azért a szabadság az nehéz, nem mindenkinek van egyformán szüksége rá, és hát nem mindenki tartja be, hogy a szabadságjogok csak addig terjednek, amíg mások szabadságát ezzel nem sértjük. Szóval előfordul, mondhatnám, hogy ciklikusan rendszerszerű, hogy a szabadság túlfut az emberek többsége számára élvezhető és kedvező és szükséges állapoton. Néhány ember számára persze nagyon fontos a szabadság, de mások úgy érzik, hogy ez már túl sok rendetlenséget és bizonytalanságot okoz, és elkezdenek vágyakozni a rend után. És a rend utáni vágyakozás pedig mindig kihívja és létrehozza azt az erőt, amely aztán a rendet megteremti, és a szabadságot elfojtja. És bár van pessimista hangulatok a daloknak, de azért én nagyon sokszor éreztem a reményteliséget, a reménysugarat a dalokban, hogy még azért van hová tekintenünk. Nagyon őszintén úgy fogalmaztál, hogy a dalokon keresztül sikerül úrrá lenned a depressziódon. Most ez azt jelenti, hogy van benned egy ilyen általános elkeseredettség, egy általános depresszió? Hát nyilván azért vagyok dalszerző, mert számomra is a belső érzelmi hullámokat, bosszúságokat, vagy feszültségeket úgy tudom a leginkább megfeloldani, hogyha dalokba fogalmazom őket. És azt gondolom, hogy ha már meg tudjuk fogalmazni a dolgokat, és meg tudjuk fogalmazni a rossz érzéseinket, az már egy lépés afelé, hogy talán segíteni is tudunk rajta. A gondolat az általában mindig pesszimizmusra hajlik, de amikor az ember cselekszik, önmagában maga a cselekvés, a tevékenység, az optimizmus sugal, mert hát mi másért csinálná az ember,
ha úgy gondolná, hogy semmi értelme. Úgyhogy a reményt soha nem szabad feladni, bár azért mostanában ritkán érzem úgy, hogy egy szebb jövő felé tartunk. De hát ha. Hát ha, igen, az a reményt nem szabad feladni, egy szép végszó lett volna, de így is azért szerintem egy szép befejezése volt a beszélgetésünknek, megtiszteltetés volt, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönjük, Bródi Jánost hallották. És most Bródi dalokkal megyünk tovább, mert hogy a Tűz van babámat fogják hallani, illetve az Én országom. És ezennel megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak ebben a két órában, azt hiszem elég izgalmas témáink voltak, vendégeink voltak, és hát nekem is külön megtiszteltetés volt Bródi Jánossal beszélgetni, nem csak azért, mert én úgy nőttem fel, hogy a Bródi, és nekünk a Bródi volt a minden otthon a dalok, dalszövegek tekintetében, és ezt hadd tolmácsoljam, hogy az én szüleimnek a dalaid nagyon sokat segítettek, mert nem könnyű helyzetből jöttek, és de szerintem ez nem csak rájuk volt érvényes, hanem egy egész generációnak adtak erőt a dalaival, és azt hiszem most egy új generációnak adnak erőt nekünk, úgyhogy ezt köszönjük, és reméljük, hogy még sokáig fogjuk hallani ezeket a dalokat élőben is, az lenne a legjobb, de hát dalformájában a CD-ken és bakeliten is, mert hogy ez a Gáz van babám új lemez már bakeliten is elérhető. Úgyhogy Anna, akkor köszönjük meg a hallgatóknak, nagyon jó volt veled. Veled is nagyon jó volt, Dorottya, remélem lesz rá még alkalmunk. Szép délután, szép estét kívánunk mindenkinek. Vigyázzanak magukra. Én meg köszönöm a meghívást.